Amennyiben az eredeti nyelvi beállításai számukra nem megfelelőek, azt könnyedén mi magunk is meg tudjuk változtatni. Első körben lépjünk be a felületünkbe. Én az alaplistámat most úgy változtattam meg, hogy semmilyen páciensre vonatkozó bizalmas információ ne legyen látható a képen. Egyedül a modalitás, a vizsgálatok típusának leírása, a képszám és egyéb olyan információ látható a képen, ami a beteghez nem köthető. Tehát amennyiben a nyelvi megjelenítés számunkra nem megfelelő, jelen esetben ugye angol nyelven látható a lista, viszont szeretnénk azt például magyar nyelvűre beállítani, akkor a felső sorban balról a harmadik szóra kattintva juthatunk a beállítás menüpontokhoz. Itt azonnal az első szóra kattintva jelenik meg egy többsoros lista. Itt az első sorban tudjuk kiválasztani a felületünk nyelvét. Itt most a legördülő listát nem láthatjátok, viszont itt a legördülő lista alján jelenik meg a magyar felirat. Hogyha erre kattintok, illetve a kis lemezkére, akkor a felületem azonnal magyar nyelvűvé fog változni.